Szomorú, de tény, hogy a 21. század embere krónikus alvás hiányban szenved. Nem tulajdonítunk elég jelentőséget az alvásnak, pedig az alvás hiány rendkívüli módon belenyúl az életünkbe, a hétköznapunkba, ami akár rövid távon, de hosszú távon egészen biztos egészségügyi problémákat fog okozni. A tibeti gyógyászatban az alvászavart a lungnak nevezett energia felzavarodása okozza. Ez az energia többek között az idegpályákon mozog, felzavarodása idegrendszeri érzékenységet okoz, mint amilyen az álmatlanság is.